nemes költő születésnapját ünnepelték a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola felső tagozatán. November 17-én van az iskola névadójának születésnapja. Ez alkalommal minden évben változatos programokat szerveznek a pedagógusok, így volt ez most is. Csokonai napot ünnepeltek, mit is takar ez? Így van. Minden évben, most már az iskola hagyományaihoz híven megemlékezünk Csokonai születésnapjáról, ugye november 17-én ünnepeljük, ma tartjuk ezt a napot. Igyekszünk megújulni, de azért hagyományaink is vannak. Például minden reggel egy iskola gyűléssel kezdünk, ahol egy picit ilyen dicsekvő iskola gyűlést tartunk, elmondjuk, hogy az elmúlt 2,5 hónapban milyen eredményeink születtek. Most is bójai magyar csapatverseny, bójai matek, angolos verseny, nagyon szép helyezett. Vannak. Megyeiben a legjobb 10-be is jutott be csapatunk, az angol versenyen pedig elsők lettek a gyerekeink, amit a szakképzési centrum szervezett Bicskén. Tehát volt miért ünnepelni magunkat. Ilyenkor emlékezünk meg a magyar nyelvnapjáról, ugye november 13-a a magyar nyelv születésnapja, kis műsort adnak a gyerekek, és mindig természetfotópályázatot hirdetünk erre a napra. Ugye tudjuk, hogy Csokonainak azért a természethez is van kötődése, próbáljuk ezt a vonalat is erősíteni, nehogy azt higgyék a gyerekek, hogy itt csak egy költőről van szó. Tudjuk, hogy egy nagyon sokoldalú költőről van szó. Megtörtént ennek a fotópályázatnak az eredményhirdetése, és utána pedig akadályverseny van a gyerekeknek, forgószínpadszerűen az osztályok együtt mozognak, és Csokonaival kapcsolatos, szerintem nagyon ötletes dolgokat találtak ki a kollégák, várják az osztályokat, kis menetlevelet készítettek, pontozzák a teljesítményüket, és a végén pedig majd értékelni fogjuk mindig kis apró jutalmakkal a munkájukat. Az 5., 6., 7., 8. évfolyam külön-külön egy-egy akadályversenyen vett részt. Fél óránként mentek új helyszínre az osztályok, sokféle érdekes program várta őket. Szellemi, kézműves, mozgásos feladatok egyaránt voltak, könyvtári keresés, tabletes játékok, számítógépes szófelhő, titkosírás, versírás, síkbápészítés, origami, stabló verses képek, és helykitaláló állomás is szerepelt a feladatok között.